Magyarország nagy győzelmet aratott, sorsdöntő győzelmet arattunk, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap éjjel a kormánypártok budapesti eredményváró rendezvényén. Kiemelte, Magyarország még nem tart ott, ahol szeretnék, de már elindult a saját maga választotta útján. Magyarország ma nagy győzelmet aratott. Néhány visszafogott és szabatos mondatot szeretnék most mondani, mert amikor ilyen eredményt ér el az ember, akkor érvényes az a bölcsesség, hogy most kell szerénynek lenni, mert most van mire. Bár még nem hivatalos, az eddigi eredmények alapján a Fidesznek újra megvan a kétharmada a parlamentben. 97,5%-os feldolgozottságnál a Fidesz-KDNP 133 mandátumot szerez. Ez éppen annyi, amennyit 4 évvel ezelőtt is kaptak, a kormánypártnak tehát ismét megvan a többsége, ami a minősített törvényekhez kell. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében gyakorlatilag véglegesnek tekinthetők az eredmények, 6 választókerületben magabiztos győzelmet arattak a Fidesz-KDNP jelöltjei, míg a Jobbik egy körzet kivételével a második helyen végzett a vasárnapi választáson. Nyíregyházát leszámítva mindenhol a 4 éve is indult fideszes jelöltek indultak, több választókerületben is 10%-ponttal is több szavazatot kaptak, mint 2014-ben. Sesták Miklós például a szavazatok 63%-át kapta Kisvárdán, szemben a 2014-es 48%-ával. Rá 8000-rel több szavazat érkezett, mint a legutóbbi választáskor. Nyírbátorban Simon Miklós fideszes képviselő az előző 50%-hoz képest most 58%-ot kapott. Nagy sikerként és nagy győzelemként értékelem a tegnap estét, mind a választókerület szempontjából, mind Magyarország szempontjából. A Fidesz-KDNP felhatalmazást kapott arra, hogy megvédjük Magyarországot, és ezt teljes erővel kell tennünk. Ugyanakkor a kampányba egy másik vonalat is vittünk, ez pedig az, hogy a rendszerváltás óta a legtöbb fejlesztési forrás ebben a ciklusban érkezett mind a választókerületbe, mind az országba. De a kettő össze is kapcsolódik, mert hogy ezeket az elért eredményeket, ezeket az elért kiváló eredményeket meg kell védenünk gyermekeink és unokáink jövője szempontjából. A Nyíregyháza belvárosát magába foglaló Szabolcs 1-es körzetben Szabó Tünde több mint 19 ezer szavazatot kapott, ami 41,2%-os győzelmet jelentett. A vele szemben induló MSZP párbeszéd jelölt az MSZP-s Csabai Lászlóné a szavazatok 32,26%-át szerezte meg, a Jobbikos Lengyel Máté 19,12%-ot, az LMP-s Szoboszlai György Saba 3,21%-ot, a Momentum színeiben induló Babosi György pedig 1,48%-ot kapott. Magyarország polgárai döntöttek, és biztos vagyok benne, hogy ez a választás egy történelmi sorsdöntő választás volt, és ezt mindenki érzékelte. Hiszen Nyíregyházát, hogyha nézzük, akkor soha ennyien nem szavaztak. Ugye a magyar demokrácia sikere egyben az, hogy ilyen sokan éltek azzal a jogukkal, amely tényleg mindenkinek adott, hogy szavazzanak, és a saját sorsukat akarták ezek szerint a saját kezükbe tenni. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, tényleg a demokrácia ünnepének is lehetne mondani. Egy nagyon független, erős, biztonságos és szabad nemzetet tudunk magunknak, és ez azt is eredményezi ez a választás, hogy az is leszünk. Az biztos, hogy nem csak Magyarországon várták ezt a választást és az eredményét, hanem szerintem egész Európában. És én is nagyon meg szeretném köszönni Nyíregyházának, szülővárosomnak, hogy azt a bizalmat megkaptam, hogy képviselhetem őket a parlamentben, nyíregyháziakat, az itt élő embereket, hiszen nagyon-nagyon sok a feladatunk, és én úgy éltem mindig is az életemet, hogy a sikernek az számít, ami mindenkinek az érdekét szolgálja. Úgyhogy a munkám során a nyíregyháziakért, az itt élő emberekért és a közösségért fogok tenni és dolgozni. A szintén Nyíregyháza központú 2. választókörzetben a 4 éve is győztes Vinnai Győző fideszes képviselő a szavazatok 48,89%-ával nyert, közel 6000 szavazattal előzve meg a Jobbikos Fülöp Erik Sándort, aki 34,31%-ot kapott. Tegnap választásokon nagyon magas volt a részvétel a
Szabolcs 2-es választókerületben is soha nem látott magasságukban volt a részvétel, és ez a demokrácia ünnepe volt, mert az emberek nem csak 4 évről döntöttek a véleményem szerint, hanem a jövőjükről, a jövőkről, a közös jövőnkről, és az, hogy ilyen erős felhatalmazást adtak a fideszes jelölteknek, és köztük nekem, hiszen a Szabolcs 2-es választókerületet körülbelül több mint 3000 szavazattal kaptam többet, mint 2014-ben. Ez minősíti azt, hogy az elmúlt 4 évben végzett munkát, illetve a biztonságos jövőt választották, mert az emberekkel beszélgetve azt mondták, hogy biztonságban kell lenni, dolgozni kell, legyen elég munkahely, munkahelyteremtés, ez kiemelt feladatom volt, javítani kell a közlekedési infrastruktúrát, az egészségügyi és szociális viszonyokat. Sok még a teendő, az előttünk álló 4 évre is, meg még talán több időre is ad feladatot, de én szeretném ezzel az erős felhatalmazással, alázattal szolgálni az embereket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a részvétel 65%-hoz közelített a választókerületekben. Nyíregyházán a választók több mint 70%-a ment el szavazni, a legalacsonyabb részvétel pedig a Szabolcs 2-es körzetben volt, 63,77%-kal. A 6 szabolcsi választókerületben tehát Szabó Tünde, Vinnai Győző, Sesták Miklós, Tilki Attila, Kovács Sándor és Simon Miklós fideszes képviselők győztek.